Ez az írás, ez 24 éves egész pontosan, tehát lassan majdnem negyed százados. Az én legutóbbi könyvemben, a Félszép címűben jelent meg. Nem a fúgáról szól, de ez a hely ez olyan, hogy bármi, ami itt hangzik el, az egy kicsit elkezd a fúgáról szólni. Erős hely. Nagyon erős hely a fuga, és hát nagyon erős a szelleme, hogy kicsit a tárca tárgyához visszatérjek. Az a címe, hogy Szeansz. A márciusi alkonyat formátlan és túlöltözött, de ideges fekete pontok a szemében, s fénylik, mint a rántott húsolaj. Hátsorog, bámulja a névtáblát. Malmányi. Nem stimmel, csak az emme betű, mégis becsönget. Villanyos, de alig, ahogy két kávéskannál összekoccan. Aztán csend. Annyi ideig kell várni, ameddig egy kocka cukor elolvad, megszívja magát sötéttel, és beomlik. Messze a szoba mélyben ülnek a nénikék. Sóhajtoznak, olykor kopogtatnak az asztalon, olykor kopogtat az asztal. Talán csak kiszóródik a mogyoró. De nem jön senki különös, egy-egy világháborús nagybácsi, egyszer majdnem Petőfi Sándor, de ebben nem tudnak megegyezni. Tudom-e, milyen egy tengeri tehén? Kérdezi halkan Titusné. Hát, legfeljebb elképzelni. Mondom, továbbá ismerek-e Müllernét? Takarítónő, mondom, József Schweik takarítónője. Akkor ez nem az, pedig aki csöngetett, ezt a nevet mondta. Sohagy Titusné. Már túl voltak a kávén, a gesztenye szíven, a gyógyszercserén, ültek, ahogy a rádió amatőrök, és az éter, mint a túlvilág. Talán unták, de ezt nehéz bevallani, ahogy azt is, hogy már a legjobb nem várni senkire, a meglepetés jobbára egyenlő a bajjal. Rövid csöngetés volt, alig bökte át a hosszú előszobát. Mivel legjobb a lába, neki Titusnénak kellett kimenni. És akkor ott állt az ajtóban ez a bizonyos. Rendesnek nézett ki, és jámbornak, bár ő nem nagyon látta. Bent hagyta a szemüvegét, barátságtalan dolog lett volna bemenni érte, meg különben is egy idegen asszony, ki tudja, mit akar, minek bámulni annyira. Amaz, kövérkés esernyő, átsorgott a kihalt gangon a félhomályban. Látszott, hogy messziről jön, azt pontosan megérezni. Meg a kofferis támpont és a porköpeny. Mi tetszik? Kérdezte Titusné. Mi tetszik tetszeni? Müllerné? Mert ő a Müllerné őnagyságát keresi. Sajnos nem Müllerné, mondta Titusné, illetve nem is sajnos, csak nem. De hogy amúgy lakik-e itt Müllerné? Avagy lakott? Ki tudja azt, hogy lakott-e? Mondta lassan a kérdezett, talán lakott. Persze, hogy lakott, gondolta. Ezek régi házak, régi lakások. Egy-egy Müllerné mindenhol lakott. Nincs vasárnap, hogy valamelyik benne alkalmatlankodna a szeánszba, locsog, fecseg, nyikorgatja magát, veszekszik egy másik Müllernével. Néha úgy kell letiltani őket az asztalról, ultrahanggal, morzsaporszívóval. De ezt nem mondta, csak a ki tudját, még egyszer. Na hát akkor, mondta a tengeri tehén barátságosan és sürgetően.
Lehet, hogy lakott, de most nem lakik, úgyhogy már pedig őt egyenesen ide küldték, és mondott egy nevet, hogy kicsoda. Súgva mondta, mint a vitrinkagylók, melyeket a nénikék szerettek egymás süket füléhez nyomni. Egyikben egy vasutasszonyat, másikban egy tüzérhadnagy, mint parányi, magjára száradt rádió. Szép súgás volt, bár érteni nem lehetett. Hosszú, dallamos név, aki erre a címre küldte a tengeri tehenet. De maga honnan tudta Titusné, hogy tengeri tehén? Onnan, hogy rettenetesen külföldi volt, mintha a húsa máshogy lenne hús, a lélegzete máshogy lélegzett. Benne volt az arcában a tenger. Nem tud rá jobb szót. Csöndben morajlott ott a gangon az egész nagyvilági pőzetest. De látni nem nagyon látta, ugye? Nem, mert épp akkor sötétedett, meg ugye a szemüvege nélkül, de a körvonalait látta. És ez elég? Szeanszon elég? Tökéletesen. És hogy tessék ezt megírni. Megírták, mondom. Ez a maga tehene kis csönd után azt kérdezte, hagyhat-e üzenetet? Igen, mondja Titusné. Pont amikor kiszóltak bentről a nénikék, hogy Róza, tényleg jött valaki, vagy csak elestél? Sajnos ezzel megbojdult bent a szoba, mint valami kalitkában a faharangok. Nem lehetett a társaságukat letagadni. Na ugye, asszonyság? Na ugye? Intett az állával befelé ez a morajmanci, és mosolygott. Ezek ott bent, kérem, egyik sem Müllerné, és nincsenek homályos üzenetekre berendezkedve, mondta Titusné. Ami nagyon nem volt igaz, mert hát mi másra voltak berendezkedve, e szalámi végben, ami még az élet, mint homályos üzenetekre. Ne tessék félni, mondta a tengeri tején. Én már régen kihaltam. Erős, férfias retikülje volt, sima és nehéz, mint egy nyereg. Elővett egy szelet papírt a gyöngyberakásos szelet papírtartójából, előhúzta a tollát. Waterman, suttogta. Meg lehet nézni, hogy Waterman. És akkor ott, a retikül oldalán, fölírta halkan a mondatot, hogy ő már régen kihalt. Fogja Müllerné, és adja körbe szépen a terembe. És a tengeri tehén elment merengve a sötét, hosszú gangon. Kezében a koffer, vállán a retikül, nem is ment, hanem vonult, lejtett és ringott. Egy bőrbe zárt hullám. Aztán Titusné kis töprengés után körbeadta a cédulát. Tapogatták a nénikék, szagolgatták. Lótusz illatú, mondták. Kén szaga van, mondták. Olyan szaga van, mint májusi orgonák közt beleszagolni egy üveg lila tintába, mondták. De azért kicsit gyanakodva nézték a Titusnét. Egyébként itt van, én is megnézhetem, nem dobta el, valahogy félt eldobni. Ahányszor összegyűrte, kisimult. Én már régen kihaltam. Egyforma szép lobogó tintaírás, Morgensterné vagy Kosztolányié, ki tudja már.